A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, egy új rendhagyó darabbal készül az évadnyitó előadására a Székesfehérvári Balettszínház, Egerházi Attila rendezésében és koreográfiájával, a Nomádok című, amelyet láthattak egyébként már, hiszen a beszámoló az, azt hiszem, hogy megjelent. Egy ízig-vérig mai táncnyelven megfogalmazott táncjátékkal jelentkezik a kortárs balett zenei világa ősi zenei témákkal együtt, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, mármint a balettkedvelők életében is, vagyis hát a kortárs táncszínház életében is, vendégem pedig természetesen Egerházi Attila. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. No, beszéljünk erről a különleges vízióról. Azt hiszem, hogy ez annál is inkább fontos visszanyúlni az ősi formákhoz, az ősi zenei nyelvhez, mozgásformákhoz, és azt konstruktívan megoldani úgy, hogy a mai ízig-vérig 21. századi ember is értse, és felfogja, és örüljön neki, hogy egy ilyen nagyívű terv megvalósul, az egy csoda dolog, mondom én. Szoktuk volt mondani, hogy nincs új a nap alatt, és ez vonatkozik a művészetre is, minden csak más formában jelenik meg újra. Nagyon hálás dolog és nagy felelősség is egyben visszanyúlni ősi zenei témákhoz, hiszen a magyar zenei világ rendkívül gazdag és nagyon mély ez a kút, ahon meríteni lehet. És ennek megfelelően nagyszerű művészek zenéi adják a Nomádok című darabnak a zenei gerincét, Lajkó Félix és az Operencia, ugye Lajkó Félix citerán dolgoz fel, jelenít meg magyar népi, ősi magyar népi témákat, kortárs hangzásvilággal. Ugyanúgy Lovász Irén és Takács Dorina, azaz Déva, ez az első zenemű, amivel dolgozunk. Aztán Balanescu Quartett, ami ugye nem magyar népzeni témát, de népzenét ihletettségű a műve. És Arvo Pärt, aki szintén ősi témákhoz nyúlik vissza. Ez a zenei tükör, amivel dolgozunk. A Nomádok a cím az nagyon beszédes, természetesen átvitt értelemben használjuk, mint minden esetben, de a cím az azért fontos, mert az olyan, mint egy fánál a mag, ami minden. Még nem kelt ki, hiszen minden benne van a magban, úgyhogy ez az estnek a második darabja, ez az új bemutatónk. Ugye úgy fogalmaztál, hogy most itt valamennyi táncos felöltheti a virtuális vándorgúnyát. Egy kicsit merítkezhet a módból. Így van, ez szól a táncosi létről, hiszen egy nomád lét, életforma a táncosi hátizsákkal a hátukon mennek és vándorolnak társulatról társulatra, pár évet eltöltenek egy társulatnál, egy országban, egy városban, és mennek tovább, hiszen nagyon rövid ez a pálya, és szeretnének nagyon sok mindent megélni, de nagyon sok vetülete van a nomád életformának. Ez nem csak egy népcsoportra vonatkozik, hanem egy ember úgy dönt, hogy valamiért helyet változtat, akár országon belül, vagy új országba megy. Ezt teszi sokszor jó szándékából, sokszor nem jó szándékából, vagy nem önként, vagy önszántából, pontosabban fogalmazok, vagy nem önszántából. Tehát nagyon sok oka van a vándorlásnak, és ezt járja körül, ezt a témát járja körül a darab. Ezt az élettérváltozások sorozatát miként lehet táncban megjeleníteni? Táncban és zenében? Hát szerintem erőteljesebben, mint szavakban. Viszont nem lehet elmondani. Ezért kell eljönni az előadásra és megnézni. Hiszen a táncnak a lényegét nem lehet szavakba önteni, ezért táncol mondjuk el. Hiszen olyan szférákhoz, olyan mélységekbe tud lenyúlni a zeneművészet és a táncművészet, ami a legprimordiálisabb nyelv, ami a szavak nem jutnak el oda. Úgyhogy ha én ezt most megpróbálnám megfogalmazni, akkor valószínűleg költő lettem volna, és nem koreográfus, de ezért izgalmas, nem csak azért, mert nem szeretném spoilerozni a darabot, ami egyébként jelenleg is alakul és készül, innen most megyek a próbára,
hanem azért, mert megfoghatatlan szavakkal azt, amit ott a néző kapni fog és át fog élni. Ugyanakkor a csapat érzi, illetve átérzi ezeket a szituációkat. Feltétlenül. Ez az anyanyelvünk, a tánc. Igen, de hogy fogadták ezt a gondolatot, hiszen azért valljuk meg, hogy ez egy különleges koreográfia. Mindegyik különleges értelemszerűen a maga nevében. Hát ez nekik egy tükör, mint ahogy ugye minden nap a tükörben állnak, és nézik a saját mozdulatokat, testüket és testbeszédüket. Ez a darab, ez magukra is vonatkoztatott, mint mondottam korábban, ugye a nomád életforma. Úgyhogy ez egy nagyon hálás darab a táncosok szemszögéből is, és nagyon szeretik, és nagyszerű zenékkel dolgozunk. És a kortárs táncnyelv miként kapcsolódik ehhez? Hiszen azért valljuk meg, hogy a maga a tartalom, mármint a koreográfia tartalma, ez a nomádok, és a kortárs táncnyelvnek is, illetve a zenének is kapcsolódnia kell ehhez. Hát természetesen ezért is, többek között ezért is választottam kortárs zenét, mert kortárs táncszínházat művelünk, de a kortárs táncszínház az nagyon széles palettáról, zenei palettáról merít. Tehát az lehet népzene, lehet jazz, lehet klasszikus zene, bármilyen zene, vagy akár csak hangok, zörejek, mert ki mondja meg, hogy hol kezdődik és hol végződik a zene, és ugyanez vonatkozik a táncművészetre is. Úgyhogy minden, ami zene, az táptalajt ad a táncművészetre. Ugye említetted Lovász Irint, illetve Lajkó Félixet, de azért itt van a Balanescu Quartet, és az Arva Pärt Führalina, tehát a Balanescu Quartet darabjai is felcsendülnek. Ezek mennyiben kapcsolódnak ehhez a koreográfiához, illetve az egészhez? Nálam a zenei választás az a alfa omegája egy darab készítésnek. Tehát amellett, hogy még egy nem kimondottan cselekményes balettnél is történetet mesélünk, hiszen a történet hiánya is maga a történet, ahogy ezt El Simon László, József Attila díjas költő mondta, majd erre is talán beszélünk az idézőjelekről egy másik produkcióba, hol elhangzik ez a mondat. Hiszen ha nincs történet, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok történet van, és ez a költészetnek a lényege, a verseknek a lényege, hogy rengeteg történetet hív elő a nézőből. Nekem a zenei választásnál nagyon fontos, hogy belőlem előhívjon történeteket. És csak olyan zenékkel tudok dolgozni, amik megnyitnak bennem ajtókat. Na most ez a zenei tükör, amit itt az előbb felsoroltam, ez mind olyan, ami bennem ajtókat nyit meg a témával kapcsolatban, és ezért esett a választás ezekre a zeneszerzőkre, illetve a zenei művekre. Ez egyfajta kíváncsiság, illetve a felfedezés alapja a táncosoknál is nyilvánvaló, hogy egy kortárs táncszínházi koreográfia mindig más, de mindig hozzánk szól. Hogyne, hát és a másik, amit feladatomnak tekintek és tartok, hogy láttassam a zenét. Ugye a zene az egy akusztikus fenomén, az a fülön átjut át az embernek az idegrendszerén. De ezt lehet láttatni is, erre szolgál a tánc. Úgyhogy nem csak, hogy történeteket mesélek, hanem egy időben láttatni is igyekszem a zenét. Ez egy kettős játék, és ebben nagyszerű partnereim, a Székesfehérvár Balett Színház kiváló táncművészei, nagyon érzékeny művészek, akik kiváló táncszínészek is, és képesek láttatni egyrészt a történetet, másrészt, vagy a történeteket, másrészt pedig láttatni a zenét. No, hát ez egy új évad. Én azt gondolom, hogy minden évad új, bizonyos értelemben, kortárs táncszínházi szempontból feltétlenül, de azért vannak régi darabok is, hiszen november 8-án lesz ugye a premiér, és a blablabla. Erről is essék szó, mert azt hiszem, hogy ez nagy örömnek szolgál, hogy ismét láthatjuk. Mérföldkőhöz érkeztünk, 5 évesek lettünk, és az első darab, amit bemutattunk Székesfehérváron, mint Székesfehérvári Balettszínház, sőt azt megelőzően, még amikor a városba jöttünk 4 táncművésszel, az a blablabla. Időközben természetesen látni fogunk képeket a nomádokból, de ez azért van, mert ez nagyon-nagyon fontos számunkra abban az értelemben, hogy így talán a nézők is bele tudják képzelni magukat, hogy egy kortárs táncszínházi próba miként zajlik. Hát egy alkotási folyamatban mindig izgalmas belenézni, ezért szeretünk egy ablakon bekukucskálni, ha már nem mehetünk be a szülőszobába is. Szóval, visszatérve a blablablára, hogy miért blablabla, mert ez volt az első darab, amit bemutattunk Fehérváron, és mivel ez egy ünnepi előadás, ezért a első mérföldkövet szeretnénk újra felidézni,
és az a jelent, ahol éppen tartunk, és a jelenbe zajló a legutolsó darabot, amit most a jelenbe készítünk, ez a Nomádok. Úgyhogy, és azért nem mert általában három felvonásos, egy felvonásos darabokat tartunk, és azért csak kettő, mert a jövőt még nem látjuk. Tehát a jövő azhoz, ez is egy szimbolikus jelentéssel bír, hogy miért két felvonás van, és nem három. Mert volt a múlt, ami jelenleg is van, hisz a múlt itt él velünk, ugye beszéltünk az ősi zenei világról, ez itt él velünk, csak folyamatosan alakul és változik, például Lajkó Félix keze alatt a citerán, vagy az én koreográfiám által, van a múlt. Van a jelen, ami megint kézzel fogható, sőt a legkézzel foghatóbb a pillanat, és a jelen, amiben élünk, és a jövő, ami még nincs, még meg nem született művek, és majd akkor innen folytatjuk. Beszéljünk a társulatról egy kicsit, néha-néha változik, tehát azt fedeztük fel, ugyanakkor az alap, a mag mindenképpen megmarad. Miként tudnak viszonyulni, hiszen én azt mondom, hogy tehát ízig-vérig magyarokká nem válnak, de nem is kell, hiszen ők kortárs táncszínház remek szereplői, nagyszerű művészei. Hogy tudják megszokni Székesfehérvárt, hiszen az Nem csak megszokni tudják, hanem megszeretni. Nagyon szeretik. Most többen is lázasan elkezdtek nyelvet tanulni, magyar nyelvet tanulni, és vakarják a fejüket, hogy milyen gazdag ez a nyelv. Jézusom, mennyi szóval lehet kifejezni egy dolgot. Most szembesülnek vele, és bizony nem könnyű, még nekünk magyaroknak se a magyar nyelvtan, a szép magyar beszéd. Úgyhogy nem megszokják, hanem megszeretik, és egyre többen megszeretik közülük. Egy nagy több előnye van, meg sok handicapja a táncművészetnek, például a képzőművészettel szemben, hogy nem lehet megfestett képet, nem lehet kiakasztani a falra, és milliókért eladni utána, hanem ez egy örökké változó valami, és nagyon nagy előnye még az a táncművészetnek, hogy nincsenek nyelvi határai. És ezért bárhonnan érkezik ide egy táncművész, egy nyelvet beszélünk, és bárhonnan érkezik Székesfehérvárra a néző, vagy mi bárhová érkezünk a Székesfehérvári Balettszínházzal, mindenhol megértenek és megéreznek bennünket. Ugyanakkor én azt figyeltem fel, hogy otthonra találtok. Otthonra találtatok. Ez már rég megtörtént. Ez régen megtörtént, mert ahogy most is, amikor ezeket a felvételeket, amelyeket azért majd látni fogunk a Nomádokról, én csupa mosolygós művésszel nagyon régen találkoztam. Lett légyen az bármi, zeneművész. Hát meg süt is a nap kint, nagyon jó idő. Akkor sütött, így van. De náluk a teremben is süt a nap. Ez a jókedv, ez az egyik oldalról azt jelzi, hogy elégedettek azzal, amit fogadta őket, illetve azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel meg tudják mutatni a kortárs balett csodáit. Mondhatok valamit a jókedvről? Igen. Mondanék valamit a jókedvről. Alapvetően azért jókedv, és azért látod őket, és a nézők is remélhetők azért látják jókedvűnek a táncosokat, ezt többen jelezték nekem. Mert azt csinálják minden nap, amit szeretnek. Amit választottak, persze nagyon kemény munka, nagyon nagy árat fizetnek érte, hiszen nagyon kemény a táncosor. Voltam nemrég egy wellness ugye fürdőbe, és elmentem egy masszörhöz, mert azért én is a testemet használom, és a masszőr elég rossz kedvűen masszírozott, és mondtam, hogy miért van ilyen rossz kedvű? Nem szereti, amit csinál? Azt mondtam, nem. Azt kérdeztem, hogy miért lett masszőr? Nem tudom. És kiderült, hogy nem szereti, amit csinál. És nem volt jó kedvű. Mondom, akkor nézzen valami olyat, találjon valami olyat, amit szeret csinálni minden nap, amit nem tekint munkának, miközben nagyon sokat tesz érte. És mondta, könnyű azt mondani. Mondom, nem könnyű mondani. Mondom, én ezt csinálom, amit szeretek, de nagyon nagy áldozatokkal jár, és nagyon sokat dolgozom érte, hogy azt csinálhassam, amit szeretek. Tehát a jókedv az nem magától jön egy embernek, hanem azért meg kell dolgozni. És a táncosaink megdolgoznak az ő jókedvükért. Így van. A másik pedig, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, a Cirkusz című előadást követően megjelent a Balettszínház jóvoltából egy felhívás. Október 26-án a Vörösmarty Színház kávézójában ott lesz Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas író, aki ráadásul a te barátod. Megtisztelt a barátságával, régóta vagyunk barátok Péterrel, de először dolgozunk együtt, említetted a Cirkusz című darabot. Péternek van több zseniális könyve, de ez
maga a színház és maga a táncszínház, Isten Bohócai címmel, és ezt én egy táncszínházi adaptációban már bemutattam, játszottuk, és most is játsszuk, és Péternek az adja az apropót, hogy ő ismét eljön hozzánk, hogy van egy új könyve, Játék az élet, aminek a borítóján egyébként ebből a cirkuszból, amit én készítettem, a koreográfiáját én készítettem, a cirkuszból egy jelenet, a cirkusz című balettból egy jelenet, Krisztina Porres Mormeneo épp ahogy mászik fel egy kötélhágcsón, ez a borítója Péter új könyvének. Ez megerősítést jelent, hiszen Müller Péter neve nem csak itthon, hanem azt hiszem a világirodalomban is már remekül hangzik. Tehát, hogy egy új könyv a Székesfehérvári Balettszínház fantasztikus táncos koreográfusának fotójával, illetve az előadásból vett. Azt mondom, hogy kölcsönösen meglikhiletjük egymást Péterrel. Ezt ő egyébként itt ebben a székben ülve már elmondta, ez egy nagyszerű találkozás a miénk, isteni adomány, és rezonálunk egymásra, és valószínűleg, ahogy ő megikletett engem, talán az én munkám és művészetem is megiklette őt. Igen, mert ehhez kapcsolódva itt van egy rövid idézet a meghívóban, hogyha megkérdeznéd, melyik az a két szó, ami a legfontosabb az életemben, azt felelném, a játék és az öröm. Hát ez mondjuk egyértelmű, hiszen erről beszéltünk mindez idáig. Ennek tükrében van-e olyan terved, amely továbbra is, hiszen az elmúlt időszakban, jó néhány évadban is megszokhattuk, hogy ugye El Simon Lászlót említetted, Müller Pétert nem különben. Igen, a cirkusz est kapcsán muszáj megemlítenem őt is, és egy másik darabot is, hiszen ebbe az estbe klasszikusan három egyfelvonásos balett kerül bemutatásra, ugye az émében említett cirkusz, aztán El Simon László librettójára készült idézőjelek, és egy világhírű koreográfus, talán a világ egyik, hanem a legjobb koreográfusa, Jirzsi Kiliánnak az Umballó című remek műve szerepel az esten. Tehát van olyan jövőképe a Balettszínháznak, hogy továbbra is elsősorban a te múltad és jelened, illetve a jövőképed okán olyan szerzőket kaphatunk mi alapból, akiket egyébként az irodalmi közeg, az irodalmi élet is megtisztel? Mindenféleképpen, hiszen az irodalom, a zene, táncművészet, ezek társművészetek is kéz a kézben járnak. Ez továbbra is cél lesz, és lesznek olyan darabok. De ugyanúgy célom továbbra is vendégkoreográfusokat meghívni, és hogy olyan munkák is a közönség elé kerüljenek, amik más nyelven fogalmaznak meg történeteket, érzéseket, gondolatokat, mint amilyen nyelven én fogalmazom. Ugye azt tudjuk, hogy itt vagytok itthon, Fehérváron, ugyanakkor, ha kitekintesz, akkor behozták-e a reményeket azok a különböző produkciók, amelyeket elvittetek határon, innen határon túl szerte a Európában? Ha azt nézem, hogy egyre többen látogatják előadásainkat, Fehérváron is és Budapesten is, most már a Nemzeti Táncszínházban, ami állandó partnerünk. Múltkor egy másfél hete voltunk a Nemzeti Táncszínházban is teltház, Fehérváron is most már majd, hogy nem minden előadásunk teltházzal megy. Köszönhető ez a újonnan bevezetett bérletrendszernek, akkor azt mondom, hogy igen. Akkor a kérdésedre a válasz az, hogy igen. És még az, ami visszacsatolást jelent, az az őszinte taps és ováció, amely minden előadásunkat követ, akár Székesfehérváron, akár máshol, ahol játszunk. Azt nem lehet megjátszani, nem udvarias taps van, hanem háromszor, négyszer, sőt, ötször is húznak függönyt egy-egy előadás után. Ennél jobb visszacsatolás szerintem nem kell. Igen, ezt tapasztaltuk mi is, nyilván itt és a határon túl is egyértelműen. Nagyon-nagyon fontos kérdés tehát, hogy a jövőkép az tiszta, világos mindenféle értelemben és módon. Mit kívánjak én ahhoz, hogy mindenki boldogságban, örömmel, olyan jókedvel, mint az eddigi próbafolyamatok során, amit megtapasztaltunk. Hát ha én kívánhatok helyetted, és te szerintem a szívedből szólok, békét. Békét a világban az emberek között, mert most nagyon nehéz időket élünk, egyre több helyen üti fel a fejét a háború, és a háborúskodás, és az ellentétek. És pont ezért nagyon fontos a mai világban a színházművészet és a táncszínház, legfőképp a táncszínház, hiszen az nem szavakkal operál, hanem olyan nyelven, amilyen nyelven nem lehet se füllenteni, se hazudni, hiszen Parisnyikov fogalmazta meg, hogy
táncolj nekem egy percet, és megmondom, hogy ki vagy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most a szavak helyett inkább a táncnak kellene beszélni, el kéne így némolnunk, és mindenkinek táncolnia kellene. Így van, tehát a színház erre rendkívül jó lehetőséget biztosít, annál is inkább, mert akkor zárjuk ezzel, hogy egy remek gondolat volt, hogy az Alba Regia Tánc Együttes, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és a Vörösmarty Színház egy közös bérlettel bizonyítja azt, hogy valamennyi művészet összetartozik, kéz a kézben jár, ha úgy tetszik, a jó ügyek érdekében. Attila, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást és a beszélgetést. És természetesen ott leszünk és beszámolunk minden pillanatról, ami fontos számotokra és a székesfehérvári művészetkedvelők számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendége Megerházi Attila volt, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, koreográfusa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.